Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére Berettyóújfaluban megtartott ünnepi rendezvények 9 órakor istentisztelettel kezdődtek a Berettyó Szent Mártoni református templomban. Igét Kovács Krisztián református lelkész hirdetett. Örökkévaló Istenünk, emlékezni jöttünk ma egybe. Különös és kivételes lehetőség ez a mi számunkra, mert egyszerre jelenti közös gyökereinket, és egyszerre rejti magában a különböző nézőpontok feszültségét. Ebben az azonosságban és különbözőségben kérünk tőled áldást, hogy közösen lássuk meg minden gyökerünknek, önazonosságunknak, történelmünknek a tőled valóságát. Azt, hogy van mindig miért megállni te előletted, és hálát adni a tapasztalatokért, amelyek megedzették népünket a történelem viharaiban, és amelyek oly sok könnyet csaltak szemünkre, de amelyek a felszabadulás és megszabadulás, megmenekülés és rossz napok elmúlásának örömkönnyeivé is lettek. Áldj meg bennünket megállásunkban, hogy kilépve különbözőségeinkből, azonos lelkesedéssel, örömmel, a ma és a jövő iránti elköteleződéssel tudjunk tanulni őseink példájából, áldozatvállalásából, bátorságukból. Bocsáss meg nekünk, hogyha széthúzunk, és segíts nekünk megbékélnünk a másik véleményével. Légy egész nemzetünkkel, népünkkel az emlékezés óráiban. Add, hogy méltó legyen szavunk, őszinte legyen a könnyünk, barátságos a mosolyunk, bátorító a kézfogásunk, tiszta szívből jövő az énekünk, és alázatos az imádságunk. Hallgass meg minket, Urunk Istenünk, mint ahogy a meghallgattad elődeink, őseink imádságát annyi évszázadon át, a te szent fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. A programok 10 órától megemlékezéssel és főhajtással folytatódtak Osváth Pál egykori honvéd hadnagy szobránál. Ünnepi köszöntőt Bónácz János alpolgármester mondott, közreműködtek a Hunyadi Mátyás tagiskola diákjai. Kedves Berettyó Szent Mártoniak, berettyóújfaluiak, hölgyeim és uraim! Hogy mit jelent nekünk a haza, pontosabban az otthon, a szülőföld, azt Sajó Sándor igen tömören, de szemléletesen fogalmazza meg. Lelkünkbe szív a magyar földünk lelkét, vérünkbe oltva ősök honszerelmét, féltőn borulni minden magyar rögre, s hozzátapadni örökkön örökre. Manapság sok szó esik a fiatalok elvándorlásáról. Ezzel párhuzamban pedig falvaink és városaink népesség megtartó erejéről. Mi az, amivel itthon lehet tartani mindazokat, akik ide születtek? Az európai példákat figyelve, illetve a külföldön élő ismerősök beszámolóit hallgatva, azt tűnik ki, hogy mi, magyarok, sokkal helyhez kötöttebbek vagyunk, mint a nemzetközi átlag. Legfontosabb törekvéseink között első helyen van a saját otthon megteremtése. És menni csak addig megyünk, míg ezt el nem érjük. És talán ez a felfogás egytőről fakad, azzal az igénnyel, hogy elődeink dolgaira, példájára talán erősebben figyelünk, mint máshol. Ez sokszor kritikaként is megfogalmazódik velünk szemben, hogy mi, magyarok, mindig a múlton kesergünk, vagy éppen a múlt nagy, de bár letűnt dolgai után sóvárgunk. Pedig jó esetben nem teszünk mást, mint merítünk a példákból, és tovább építkezünk a már lefektetett alapokra. Ragaszkodunk jelképeinkhez, ismerőseinkhez, a minket körülvevő élőkhöz és élettelenekhez. Hisz mind meghatározzák azt, hogy mi magunk kik lehetünk. Mindezeket figyelembe véve a mai nap ismét a törlesztésé. Egy régi kötelesség teljesítésé. Berettyó Szent Márton tekintve az a felfogásunk, hogy bár a város szerves, megbonthatatlan része, mégis önálló, saját egyéniséggel rendelkező település. Abban, hogy ezt minél inkább kifejezésre juttassuk, több szimbolikus lépést is megtettünk. Ez szolgálta a településnév táblák elhelyezése 2014-ben. Ugyancsak ezt a szentmártoni nagyvásár elindítása, mely egyszerre törekszik hangsúlyozni a Mátyás királytól kapott vásártartási jog történelmi jelentőségét.
és megteremteni a városrész önálló arculattal rendelkező közösségi programját. Ma pedig tavaszi nemzeti ünnepünk keretei között először hajtunk fejet közösen Osváth Pál egykori 48-as honvéd hadnagy szobránál. És ehhez még hozzá kell tenni azt is, hogy Szent Márton főutcája eddig a napig nem volt felzászlózva egyik nemzeti ünnepünkön sem. Az való igaz, hogy a népesség megtartó erőnek ez még kevés. Mi is tudjuk és törekszünk is arra, hogy a városrész közösségi terei, utcái, járdái minél nagyobb számban megújulhassanak. Hogyha körülöttünk megvalósuló infrastruktúrális fejlesztések jótékony hatása itt is érvényesülhessen. Ezért került intézményhálózatunk rekonstrukciójának első szakaszába a gyermekkert óvoda és a Hunyadi Mátyás általános iskola felújítása, bővítése. Így létesült itt mögöttünk a Netkuckó, majd önkormányzati ügyfélfogadótér, és legutóbb itt kapott otthont a nyugdíjas klub is. Sok még a teendőnk. De ahogy körültekintünk, tereinken és utcáinkon, éppen az elődök példája mutatja az utat. Az elmúlt években a Szent Mártonra vonatkozó helytörténeti kutatások is sok új ismeretet tártak fel, amelyek erősítik a több évszázados fundamentumot. Osváth Pál személye pedig mindenkor megkerülhetetlenné vált. A jegyzőként és csendbiztosként is maradandót alkotott, feltáró és leíró munkája által pedig nem csak szülőfaluja Kismarja, szolgálati helyei Biharkeresztes és Berettyó-Szentmárton múltját örökítették meg, hanem az egész környékét, így segítve egyben látni a bihari sáréti települések együttélésének módjait. Természetesen ezen ismeretek között ott szerepelnek a falvak 48-as honvédei. A települések helytállására vonatkozó megállapítások. Mint ahogyan az is, Szent Mártont és Újfalut milyen erővel védte a későbbi mártír tábornok, Nagy Sándor József a betörő orosz hadaktól. Ennek valódi jelentőségét pedig annál is hitelesebben tudta Osváth közvetíteni, mivel ő maga is részt vett a fegyveres harcokban, és hadnagyi rangig vitte. A késői elődök, az akkori városvezetők megtették az első fontos lépést. 2002-ben elkészülhetett ez a bronzportré, valamint Biharkeresztesen egy egész alakos szobor. A helyi civilek és elsősorban az iskola nem is mulasztotta el egy évben sem, hogy tisztelegjen emléke és nagysága előtt. Úgy gondoljuk, hogy mindazoknak meg kell ezt tenni, akik Berettyó Szent Mártonért, általa pedig az egész városért felelősséget éreznek. A március 15-i ünnepi program 11 órakor a hagyományoknak megfelelően a Népligeti kopjafánál folytatódott. Muraközi István polgármester ünnepi beszédét követően 11 órakor a József Attila általános iskola diákjainak műsorát láthatták, melyet koszorúzás követett. 1848. július 11-én a magyar pénzügyminiszter Kossuth betegen viteté fel magát a képviselőházba, s ott tartá azon betegen leghatalmasabb szónoklatát, amelyben leírta a hazát fenyegető veszélyeket, s hivatkozott a nemzet életerejére. 200 000 honvédet kért az országtól, s annak felszereléséhez és mozgósításához szükséges pénzerőt.
Beszédét nem tudta befejezni. Testi ereje kifogyott. Kénytelen volt megpihenni. S a néma csendben támadt szünet alatt az ellenzék vezérszónoka, Nyári Pál felállt, és esküre emelve jobbját, végzetszerű szót hangoztatá el. Megadjuk. Csak egy szó volt az. De az az egy szó volt a feltámadás ébresztője a magyar nemzetre nézve. Maga a képviselőház, mint egy ember állt fel egyszerre e szó után, s meg annyi kéz, mint esküre emelkedett. Megadjuk. Ennél a kérdésnél megszűnt minden ellenzék. Egyike volt ez azoknak a ritka, nagy pillanatoknak, amidőn a magyar nemzet önmagával kibékült, és egyé tudott válni. Berettyóújfaló ünneplő polgárai, tisztelt hölgyeim és uraim! A márciusi ifjak egyike, Jókai Mór, majd 20 évvel az események után emlékezett vissza az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legnagyobb fordulópontjára. Arra az eseményre, amikor Kossuth az első felelős magyar kormány tagját kért segítséget a haza szabadsága érdekében, mert Jellasics seregei már elindultak délfelől, hogy a bécsi udvar szolgálatába állva hátba támadja a magyar felkelőket. Mint általában nem tudta előre megítélni a kérést megfogalmazó szónok, hogy milyen válaszra és döntésre számíthat. Csak bizakodik, hogy a teljes nemzet sorsát érintő kérdésben mindenki az előrevivő megoldást keresi. A válaszként elhangzó egyetlen szó akkor azonban nem csak a további küzdelmek sorsát befolyásolta, hanem az eredmények ismeretében, Magyarország megítélésében és boldogulásában több évtizedre meghatározó mozzanat maradt. Önök felálltak, mint egyetlen férfiú, és én leborulok a nemzet nagysága előtt. E szavakat mondta Kossuth megilletődötten, de mégis mérhetetlen büszkeséggel. A magyar döntéshozókba vetett bizalma megalapozottnak bizonyult. A március 15-i forradalmárok kiáltványából az egyetértés így megszületett. De ez volt a legfontosabb eszköz, hogy a békét és a szabadságot is kivívhassák. Ha ez ebben a szabadságküzdelemben közvetlenül nem is sikerült, a következő évtizedek meghozták a várt eredményeket. Hosszú, rögös út vezetett odáig, de azok a lépések, amelyek teljes egyetértésben születtek, máig ható érvényűekké váltak. Reformkor, szabadságharc, kiegyezés. A három stáció, amelynek egymástól elválaszthatatlanok. A reformkor idején számtalan szociális, gazdasági, kulturális vívmány született. Ezek közül legfontosabb a jobbágykérdés rendezése, az önálló, modern ipar megteremtése, valamint a polgári átalakulás útjában álló akadályok elhárítása. Mindezek alapkövei lettek az öntudatrára ébredő nemzet újkori történelmének, és elvezettek a modern, polgári Magyarország megteremtéséhez. Ebben a politikai vitáktól hangos korszakban nagy történelmi személyiségek emelkedtek ki, akik irányt szabtak az eseményeknek. De a művészek és a tudósok is jelentős szerepet vállaltak a reformtörekvésekben. Ha egyebet nem is említünk, megszületett Kölcsey Ferenc himnusza, amely nemzeti imánkká vált. A reformkor célkitűzéseinek megvalósítása felvetette az ezekhez vezető út, a módszerek megválasztásának kérdését is. A módszerekben a bécsi udvarral szemben követett reformpolitika kérdésében természetesen nem volt minden részletben egyetértés, a reformok ellett elkötelezett jelentős személyek között sem. De ez csak a módszerekre igaz. A cél mindvégig ugyanaz maradt. Végső soron a század 30-as éveiben megteremtett gazdasági erő, nemzeti érdekegyesítés és a jobbágykérdés rendezése nélkül az ország nem vállalkozhatott volna a 48-49-es szabadság küzdelmére. Különösen kiemelkedő jelentősége a nemességnek e reformok elindításában játszott kezdeményező szerepe, valamint kiváltságaik önkéntes feladása. Ez azzal a különleges eredménnyel járt, hogy a jobbágyság nagy tömegei nálunk nem fordultak fegyveresen szembe földesuraikkal szabadság jogaik kivívására, ellentétben más országokkal, hanem a nemességgel érdekszövetségben kapcsolódtak be a nemzet ügyének szolgálatába. Ennek igazi jelentősége majd a szabadságharc idején mutatkozott meg.
A reformkorban létrehozott ipar, gazdaság és a széles jobbágy tömegek támogatása miatt volt a magyar az egyetlen nemzet, amely még akkor is képes volt a feudális monarchiákkal szemben támadni és győzedelmeskedni, amikor a 48-as szabadságküzdelmek többi forradalmi nemzete már rég fegyverletételre kényszerült. 1848 a tudatunkban a magyar szabadság szinonimájaként élt. De ne feledjük, a népek tavaszán Európa szerte megmozdultak mindazok, akik saját nemzetük szabadságát, függetlenségét kivágták kivívni. Akik a világ új nagyhatalmai mellett leszakadó, saját rögeszmé is az abszolútista dinasztiák békjójában fuldokló Európát újra a nemzeti tradíciókra építkező, de mégis egységesen kiállni tudó kontinensé kívánták tenni. Azon a tavaszon Anglia és Oroszország kivételével egész Európában láncreakcióként egymást erősítve robbantak ki a forradalmak. Franciaországban demokratikus alkotmányt, köztársaságot, Németországban alkotmányosan is biztosított nemzeti egységet, Magyarországon polgári alkotmányt, jogkiterjesztést, a feudális rend felszámolását, Itáliában függetlenséget és az olasz egység létrehozását, a Balkánon pedig a nemzeti felemelkedést, autonómiát kívántak. A pesti forradalom elemi elővel rázta meg a kamarillát, ezt követően pedig hatalmas lendületet vett a szabadságvágy kinyilvánítása a legkülönfélébb területeken. Táncsics és a politikai foglyok kiszabadítása, a társadalom feszültségeit plasztikusan feltáró, tiltólistán levő bánkbán bemutatása, a liberális nemesség forradalmi kiállása mind egy jól kivehető irányba mutattak. Ilyen előzmények után már nem is meglepő, hogy a képviselőház is egységesen állt ki a közös ügy mellett, amikor arra szükség volt. Ez az egység pedig nem maradt eredmény nélkül. Az áprilisi törvények szentesítésével Magyarország alkotmányos monarchiává vált. A végrehajtó hatalom a Budapesten működő független, a parlamentnek felelős magyar kormány kezébe került. A kormány hatáskörébe tartozott a belügy, a pénzügy, a közmunka és a közlekedés, a földművelés és az ipar, a vallás és a közoktatás, az igazságszolgáltatás és a honvédelem igazgatása. Külön törvénycikk rendelkezett a nemzeti őrsereg felállításáról. Az uralkodó rendeltei csak akkor váltak érvényessé, ha a kormány egyik minisztere azt jóváhagyta. Az alkotmány kimondta a Partium visszacsatolását, továbbá Magyarország és Erdély unióját. Nem rendezték azonban a törvények egyértelműen Magyarország és a Habsburg tartományok viszonyát, és ebből adódóan az önálló magyar külpolitika lehetőségeit, a magyar hadsereg megszervezésének módját, a pénzkibocsátás, az államadóság megosztását és a nemzetiségi kérdés sem. Így a folyamatos zavargások fenntartották a harcokat. De az összefogás ekkor sem maradt eredmény nélkül. A dicsőséges tavaszi, illetve a Bem József vezette erdélyi hadjárat megmutatta Bécsnek és egész Európának, hogy fegyvertelenségben és elnyomásban töltött évtizedek után is képes megszervezni magát a nemzet, amelynek már közjogi értelemben sem csak a nemesek voltak a tagjai, hanem minden magyar. A végső diadalhoz a nagyhatalmak semlegességére lett volna szükség. Azonban Ferenc József kérésére első Miklós cár bejelentette hadai megindítását. Görgei 1849. augusztus 13-án előttük volt kénytelen letenni a fegyvert. Az osztrák kormányzat a büntetlenséget biztosító ígérettel szemben pedig a bosszút választotta. De az addig elért eredmények és az a tény, hogy Bécs nem volt képes győzelmet elérni, felértékelte a korábban rögzített reformokat, és a passzív ellenállás időszakában tovább érlelődhetett az a nemzeti kitartás, amely végül a 150 esztendővel ezelőtt a kiegyezésben testesült meg. Bár az ókonzervatív 47-esek, Deák és a 48-asok, valamint a Kossuthot követő, teljes függetlenségre törekvő 49-esek szintén találtak különbséget az új eredmények elérését illetően, a végeredmény valamely részében mindannyiuk szempontjait tartalmazta. A kiegyezés egyértelmű következménye a viszonylagos belpolitikai önállóság mellett egy békés fél évszázad, amely alatt Magyarország jelentős gazdasági fejlődésen ment keresztül.
e folyamatok és a belső vívódások egyaránt leképződnek az idén 200 éve itt Biharországban született Arany János életében, akiről Szerb Antal a következőket mondta. Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja. És valóban, az elveszett alkotmányban korát megelőzve tárta fel a társadalom visszásságait. Nemzetőrként, a forradalom lelkes híveként és Petőfi barátjaként vett részt az aradi várostromban. Szülővárosa, Szalonta jegyzői hivatala után pedig Szemere Bertalan belügyminisztériumában szolgálta a nemzetügyét. Nehezen viselte a vereséget, a bécsi udvart sohasem ismerte el. De a maga eszközeivel tovább szolgálta nemzetét, és végül a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára székéig vezetett útja. Mai ünnepi eseményeik meghívójára sem véletlenül kerültek sorai. A szabadságharc után a Tisza család geszti birtokán kapott menedéket, és Tisza domokos tanítója lett. A neki címzett költemény azonban az egész nemzethez szól, örök érvénnyel. Legnagyobb cél pedig itt e földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Has, buzdíts, egyesíts, hogy osztály ne légyen köztünk, hol magyar szó, honfi érzet, szégyen. Két kiragadott sor, amelyek minden eddig felidézett eseményt elegyítenek, azok előzményeivel és következményeivel együtt. Tisztelt megemlékezők! A történelem az élet tanítómestere. Ha ismerjük a múltat, jobban megértjük a jelent, és könnyebben tervezhetjük a jövőt. Tanulni kell a múlt hibáiból, el kell kerülni őket. Csak néhány bölcs mondat, amelyet a maihoz hasonló alkalommal el szoktunk mondani. Az ehhez hasonló szónoklatok elengedhetetlen részletei lettek, hangozzék el bárki szájából. El kell, hogy hangozzanak, de az még üdvösebb, ha a napi gyakorlatunkban is megjelennek. Amikor egy helyi közösség nagy horderejű döntésekre készül, ugyanúgy visszatekintéssel kezd, mint az országos ügyek döntéshozói. Hisz jártak előttünk többen, ösvényeket tapostak ki, utakat köveztek. Még tart. A Magyar Szabadság éven-éven zajló 56-os emléképsorozat, amelynek keretében itt, Berettyóújfaluban is számos esemény részesei lehettünk. Óhatatlanul összevetjük a forradalmi cselekményeket 1848-szal, sőt, Bocskai és Rákóczi szabadság küzdelmeivel, majd megállapítjuk a jogfolytonosságot 1989-szel. De akiket mindig ki kell emelnünk, azok a helyi hősök és a résztvevők. Bár a történelmet nem a hősök írják, hanem a győztesek, mégis sokuk emléke fennmaradhatott. Ők a mi helyi példáink, akik megmutatják, hogy az újítás nem jelenti a hagyományos értékek eldobását. A felkelés nem egyenlő a lázadással. A közös ügyek mentén történő megegyezés pedig nem megalkuvás és nem árulás. Mi a magunk közegében, városában is csak ezek mentén tudunk folyamatosan előremutató eredményeket elérni. Ahogy Albert Camus fogalmaz, létünk a kölcsönös függésben megvalósuló függetlenség. Így maradhattunk markáns és alkotó egyének, akik egyúttal képesek és hajlandóak a közös ügyekért kiállni, és ha kell tenni is. Ez a legfontosabb tanulsága minden reformtörekvésnek, szabadságharcnak, helyi törekvésnek és megemlékezésnek. Közös dolgaink rendezésében mutasson utat mindnyájunknak a haza bölcse, Deák Ferenc, aki számára az alapállás ez volt. Jobban tudom szeretni a hazát, mint gyűlölni ellenségeinket. Kej, magyar ifjúság, légy te virág magad című ünnepi műsorunk következik a Berettyóújfalui József Attila általános iskola összeállításában. Tavaszi szép vizet áraszt, virágom, virágom, minden madártársat választ, virágom, virágom. Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom. Te engem át, én tégedet, virágom, virágom. Zöld pántlika, könnyű gúnya, virágom,
virágom, mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom. De a fátyol nehéz ruha, virágom, virágom. Mert azt a búnyom dolgája, virágom, virágom. A szabadsághoz. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjjel által, mint kísértett, bolygott lelkünk a világban érted. Kerestünk mi égen földön téged, egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy örök, a többi mind bálvány, mely leroskad egy ideig állván. S mégis számkivetve voltál, mint a gyilkos Kain bújdokoltál. Szent nevedet bitóra szögezték, érkezésedet hóhírok lesték. Megszűnt végre hosszú bújdosásod, sírba esett ki neked sírtásod. Bevezettünk, s uralkodás végett, elfoglaltad a királyi széket. Te vagy a mi törvényes királyunk, trónusodnál ünnepelve állunk. Körülötted mélyom s mélyom fákja, meggyúlt szíveink lobogó lángja. Ó, tekints ránk fönséges szabadság, vess ránk egy éltető pillantást, hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, szaporodjék szemed sugarától. De szabadság, miért halvány az orcád? Szenvedésid emléke szállt hozzád? Vagy nem tettünk még eleget érted? Koronádat a jövőtől félted? Ne félj semmit, megvédünk. Csak egy szót, csak emeld föl, csak mozdíts meg zászlód, s lesz sereged ezer és ezernyi. Kész meghalni, vagy diadalt nyerni. S ha elesnénk egy szálig mindnyájan, feljövünk a sírpul éjféltájban, s győztes ellenségennek megint kell küzdeni kísértő lelkeinkkel. Részletek Petőfi Sándor naplójából. A tűzokádó hegy közepébe kellene tollamat mártanom, hogy napjaim gyötrelmeit leírhassam. Így vártam a jövendőt. Vártam azt a pillanatot, melyben szabadsági eszméim és érzelmeim, szívemnek ezen elkárhozott lelkei elhagyhatják a börtönt, kínszenvedésök helyét. Vártam-e pillanatot, nem csak reméltem, de bizton hittem, hogy el fog jönni. Petőfi Sándor a nép nevében. Még kér a nép, most adjatok neki. Vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad. Nem hallottátok Dózsa György híreit? Izzó vastonon őt elégetétek, de a szellemét a tűz nem égeté meg, mert az maga a tűz. Úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat el láng rajtatok. S a nép hajdan csak eledelt kívánt, mivel hogy akkor még állat vala, de az állatból végre ember lett, s emberhez illik, hogy legyen joga. Jogot tehát, emberjogot a népnek. Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg Isten teremtményén, s ki rásüti, Isten kezét el nem kerülheti. S miért vagytok ti kiváltságosok? Miért a jog csupán ti nálatok? Apáitok megszerzék a hazát, de rája a népizzadás csorog. Mit ér csak elképp szólni? Itt a bánya. Kéz is kell még majd a földet kihánja, amíg föltűnik az arany ere. S a kéznek nincsen semmi érdeme? S ti, kik valljátok olyan gőgösen, milyenk a haza és milyenk a jog? Hazátokkal mit tennétek vajon, ha az ellenség ütne rajtatok? De ezt kérdeznem, engedelmet kérek, majd elfeledtem győri vitézségtek. Mikor emeltek már emlékszobrot a sok hős lábnak, mely ott úgy futott? Jogot a népnek, az emberiség nagy szent nevében. Adjatok jogot, s a hon nevében egyszer s mind
mely eldől, ha nem nyer új védoszlopot. Az alkotmány rózsája a tiétek. Töviseit a nép közé vetétek. Ide a rózsa néhány levelét, s vegyétek vissza a tövis felét. Még kér a nép, most adjatok neki. Vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha fölkel és nem kér? De vesz, ragad. Nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó vastrónon őt elégetétek, de a szellemét a tűz nem égeté meg, mert az maga a tűz. Úgy vigyázzatok. Ismét pusztíthat, elláng rajtatok. Általános volt a lelkesedés, de még semmi sem történt. Nagyot lélegzettem, mint a búvár, midőn a víz alól fölmerül. A forradalom lángja becsapott Németországba, egyre tovább harapódzott. Végre Bécset is fölgyújtotta, Bécset. És mi folyvást lelkesedtünk ugyan, de nem mozdultunk. Az országgyűlés igen szépeket beszélt, de a beszéd bármilyen szép, csak beszéd és nem tett. Pesten március 14-én az ellenzéki körgyűlés tartott, mely ősi szokás szerint eredménytelenül oszlott szét. Egy gyűlésben indítványoztatott, hogy a 12 pont petícióképp fölnyújtassék a királynak, mégpedig rögtön. De az akkor virágzott táblabírói szellem Ponciustól Pilátushoz akarta vinni a dolgot, úgyhogy valamikor a 20. században lett volna vége. Egyéb iránt jó, hogy így történt. Micsoda nyomorúság. Kérni akarni midőn az idő arra int, hogy követelni kell, nem papírossal lépni a trón elé, hanem karddal. A fejedelmek úgysem adnak soha semmit. Azoktól, amit akarunk, el kell venni. Petőfi Sándor új év napján. Megérte ezt az évet is. Megérte a magyar haza. A vészeségen elborult, de nem esett le csillaga. Meg van vagdalva, vérzik a kezünk, de azért még elbírja fegyverünk, s amerre vág, ott hagyja fájó vérnyomát. Ott hagyja fájó vérnyomát, haramia csorda, képeden, hogy majd az ítélet napon ebélyek vádolód legyen. Vádolód az Isten színe előtt, és gyújtsa rettentő haragra őt. Te ellened, kiránk veszett fogad fened. De mit az ítélet nekünk? Ha lesz is az, sokára lesz. És ami több, és ami fő, az Isten könyörületes, még majd kegyelmet adna nékik ő. Ne várakozzunk-e vérengző kutyák felett, tartsunk magunk ítéletet, tartsunk oly vérítéletet, hogy elborzadjon a világ. Majd addig szorjuk rájuk a szörnyű halálos nyavaját, amíg hírmondónak marad csak egy. Ki majd otthon reszketve mondja meg, hogy jaj neki, ki a magyart nem tiszteli. Nekünk most az Isten kevés, mert ő nem eléggé kemény. Hozzád imádkozom, pokol, az új esztendő reggelén. Öntsd szíveinkben minden dühödet, hogy ne ismerjünk könyörületet, míg egazok közül a földön egy is mozog. Logikailag a forradalom legelső lépése és egyszer mint fő kötelessége szabaddá tenni a sajtót. Azt fogjuk tenni. A többit az Istenre bízom és azokra, kik rendelve vannak, hogy a kezdeteket folytassák. Én csak arra vagyok hivatva, hogy az első lökést tegyem. Holnap ki kell vívnunk a sajtószabadságot. És ha lelövöldöznek? Isten neki! Ki várhat ennél szebb halált?
E gondolattal aludtam el. Korán reggel az ifjak kávéházába siettem, az úton Vasvári Pállal találkoztam, mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, s ott várjanak meg együtt engemet. A kávéházban még csak néhány fiatalember volt, kik nagy búsan politizáltak. Bujovszky Gyulát, ki közöttük volt, meghívtam Jókaihoz, a többieknek meghagytam, hogy az érkezőket tartsák itt, míg vissza nem jövünk. Sándor, föltámadott a tenger. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vet rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok-e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokorra. Az árbóc és vitorla megtörve, tépve lóg. Tombold ki, te özönvíz, tombold ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanúságul. Habár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az úr. Babics Mihály, Csonka Magyarország. Bár lenne a hangom tiszta és éles, mint intő csengőké. A tiétek zavaros, mint mocsarak habja. Ti leborultatok az ércbálvány előtt. Döntsön az erőszak. S döntött az erőszak. Mi jogotok beszélni többé? Nekem van rá jogom. Ti elhánytátok ezt a kiáltást, mint bolond a fegyverét. Nem kiálthattok már. Én elkiálthatom. Ó, igazság! Te egyetlen kiáltás, egyetlen fegyver, Jerikó trombitája, szólj! Falak, omoljatok hangjaitól. Gerincek, borzadjatok. Európában és Amerikában. Mert borzasztó az igazság a gerincekben. Mit érnek a maiépített falak körülöttem? Ott borzad az igazság a kövekben, ott ég a hegyekben, árad a vizekben. Ó, tiszta, éles trombita, zengj! Ne hallgass soha se, egy napig se, egy óráig se, egy percig se. Mint hogy nem hallgat a fájás az idegben, míg megvan a betegség, nem hallgat a vonzás a kőben, hogy természetes irányban essék, nem hallgat a madár, míg fészkébe nem tér, nem hallgat a folyó, még tengerbe nem ér. Nem hallgat a szél, még él. Nekem van rá jogom. Én elkiálthatom, igazság! Ti eldobtátok ezt a szót, mint bolond a fegyverét, szegény testvéreim, s csak gyenge izmotok maradt,
csak puszta kezetek mesztelen, mely bilincsebe verve, ha üt, csak önmagát ütheti esztelen. Sem lázadni nem tud, sem meghajolna az ércbálvány előtt igazán, de hát az ércbálvány hazája lettél-e hazám? Van-e reményed abban, a sötét utakban? Nem, csak a napban, mely éget a kövön, és ragyog a patakban. Ti azt mondtátok, döntsön az erőszak, s hangotok zavart most, mint mocsarak habja. De én azt mondom, dönt majd az erős nap. Kitárom tiszta szavamat, a napra. Ti eloptátok a trombitát, de a trombita zeng tovább. Zeng, de nem a ti kezetekben, hanem a vízben, a hegyekben, Erdélyben, a felvidéken, az égen és bennem. Én sosem mondtam, dönt majd az erőszak. Most mondhatom. Nem. Nem. Az Orvosi Egyetem udvarában ismét fölolvasta Jókai a proklamációt, és én elmondtam a nemzeti dalt. Innen a mérnökökhöz, ezektől a szemináriumba, a jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekvő sereg. A szeminárium csarnokában elénk állott egy professzor, és ezt mondta nagy pátosszal. Urak, a törvény nevében. Többi szavait elnyelte a sokaság mennydörgő kiáltása, s a tisztelt tanár többé nem juthatván szóhoz, szépen elkotródott. A jogászok rohantak ki az utcára, hogy velük egyesüljenek. Közülük Vidács emelt szót, elmondta, hogy professzoraik a tartandó lakomábani részvevést eltiltották kicsapási büntetés mellett. Kacaj és bosszankodó kifakadások a hallgatóságban, de a lakoma már csak mellékes dolog volt. Jókai ismét fölolvasta a proklamációt, s a 12 pontot, s én velem elszavaltatták a nemzeti dalt. Mind a kettőt fanatikus lelkesedéssel fogadták, s a refrében előjövő esküszünköt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt. Most menjünk a cenzorhoz, és vele irassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt, kiáltotta valaki. Cenzorhoz nem megyünk, feleltem, nem ismerünk többé semmi cenzort, el egyenesen a nyomdába. Mindnyájan beleegyeztek és követtek. Vajda János, se földem, se hazám. Se földem, se hazám nincsen. Egy pár kéz a tőke pénzem. Majd a szabadság harcában egy öles föld lesz jutalmam. Ej, elég lesz az nékem. Mit nevettek ti gazdagok? Tán a honért csak ti haltok? Önző volt és lesz az ember. Haszon nélkül halni sem mer. S a halál nem hasznotok. Hely, hogy éppen a világban az nem harcol, akinek van. Van ezüstötök, aranytok, s ha a fegyvert eldobjátok, másutt is lehet hazátok. De a szegény, akinek nincs hazájánál kedvesebb kincs, ha elveszti, s meg nem halna, hiszitek-e, hogy találna sírján kívül szebb hazára. Babics Mihály, Petőfi koszorúi. Avagy virág, vagy te hazám ifjúsága. Hol a szem szemével farkas szemet nézni? Ki meri meglátni, ki meri idézni az igazi arcát? Ünnepe vak ünnep, s e mái napoknak szűk folyosóin a szavak úgy lobognak, mint az olcsó gyertyák. Szabadság csillaga volt hajdan a magyar, de ma már maga sem tudja, hogy mit akar. Talány zaja csöndje, és úgy támajog az idők sikátorán, mint átvezetett rab a fogház udvarán. Börtönből börtönbe. Ki ünnepli őt ma, mikor a vágy a gond messze az övétől, mint sastol a vakond? Avagy gyáván bujik, s birincses ajakrab szavakat hadar. Csak a vak megszokás, a süket hivatal hozza koszorúit. Ó, vannak koszorúk.
Keményebbek, mint a deszkák, súlyosabbak, mint hantyai kint a hideg temetőnek. Kelj, magyar ifjúság, tébd le a virágot, mely eszméinek ellensége rádob emlékére kőnek. Kelj, magyar ifjúság, légy te virág magad, nem drótos füzérbe görbítve, légy szabad virág szabad földön. Hogy árván maradva megrabolt birtokán mondhassa a magyar. Kicsi az én szobám. Kicsi, de nem börtön. Avagy virág vagy te. Légy virág, légy vigasz. Legyen lelked szabad, legyen hangod igaz az ő ünnepségén. Koporsó tömlöcét, aki elkerülte, most hazug szók hosszúruit, láncait ne tűrje eleven emlékén. A választmány legalább 20 000 ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz, és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápatvala és reszketni méltóztatott, és 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet, a cenzúra eltöröltetett. Stancsics börtön ajtaja megnyílt. A rab író diadallal hozta át a töménytelen sokaság Pestre. Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetet séteszik a magyar történetben. Események folytatásának ez közönséges volna kétség kívül, de tekintve annak, ami volt, kezdetnek nagyszerű, dicső. Nehezebb a gyermeknek az első lépést megtennie, mint mérföldeket gyalogolni a meglett embernek. 1848-ban háborúba, ha úgy vagyom cédulázva, hogy elveszek a csatába. Keljetek föl Rákócziak, ti voltatok igaz fiak. Virtus tenni a nemzetért. Azt is tudom, nem én kezdtem. Tudom, nem is én végeztem. Most is halnak és születnek, nem lesz vége az életnek.